Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy három kérdőjeles jóslás október 27-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártya csomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik a gondolatai, azt mutatja itt a varázsló, varázslatos gondolatok, elképzelések, kisugárzás, egy mágikus vonzalom. A második kérdés az volt, milyenek az érzelmei, a kettes szám mutat egy párkapcsolatra, ti és ő, itt nincs harmadik személy, vagy lehet egy szerződés is. Ő keresi a kapcsolatot, ez a kereszt jelenthet vallási témákat is, de azt is, hogy a sors utatok kereszteződik, ezt ő érzi, és a kardok jelentik a levegő elemét, itt kommunikációról van szó, egy találkozásról, és arról is, hogy ő áttette magát a félelmein. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, ti vagytok itt a középpontban egy királynő, aki uralkodik a víz eleme felett, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Egy mágikus, vonzó erő. A napi kártya azt közli, hogy dicsérjétek magatokat, ajándékozzátok meg magatokat valamivel. Ez a nap szép legyen. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Amire felhívnám a figyelmet, most hónap vége van, és hamarosan megjelenik az új hírlap. Ez ingyenes, megrendelhetitek, minden hónapban van egy új téma, leírom asztrológiailag, mi várható a következő hónapban, és mindig kaptok egy kedvezményt. A megrendelés e-mailen keresztül az e-mail címem newsletter@dendera-susanna-medici.com. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!